másodpercben egyetettél egy büntető rúgásból. Mennyi rész hozzá? Hát nem igazán szoktam ilyen szituációkban. Nagyon szeretem a nyomást, úgyhogy én mindig ilyen nyugodtságot érzek magamon, hál' Istennek. Örülök, hogy megint sikerült gólt elérnem. A mérkőzés hogyan láttad pályáról? Hát szerintem kiegyenlített volt, elég ilyen taktikus mérkőzésnek tűnt nekem belülről. Sajnos kaptunk egy olyan gólt, ami 11-es volt elvileg, hát nem tudom, meg vissza kell nézni. Igazából sok olyan dolog van, ami kérdőjeles ez a meccsen, de mi is kaptunk egy 10-t, úgyhogy ne sírjunk. Aki érez a mérkőzés, hogy jól játszott az ellenfelünk, mi is úgy gondolom, hogy felnőttünk hozzájuk. Gólhelyzetünk, lehet, hogy csak az elmérkőzés elénok, könnyen mérkőzés lehetett volna, tudtuk, hogy mi az ellenfélnek az erősségben, felkészültünk rá, és most kaptunk egy büntetőt, lehet rajta vitam közben, hogy javasolt vagy nem. Aztán a szívünk vitte elő, és az utolsó másodpercben 11-esben tudtunk egyenlíteni. Mindenféleképpen sokan elleni meccs 90-20 percig nem fogok felelni, azt hittem, hogy egy kérdés és az egész csapat.